A válsághelyzetek kezelését szolgáló átmeneti segély, temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tartozik a törvénytervezet szerint az önkormányzati segély körébe. Az összevonás célja, hogy átláthatóbb legyen a rendszer. Habis László indítványában azt javasolja, hogy a közgyógyellátás is kerüljön be a rendszerbe, és így erről is az önkormányzatnál szülessen döntés. Első fokon a polgármesteri hivatal, másodfokon az önkormányzati testület döntene erről. Korábban a kormányhivatalnál született döntés a jogosultságról. Ez a segélyezési nem, tehát a méltányossági alapon nyújtott közgyógyellátás önkormányzati szabályozáson alapul, önkormányzati rendeleten, önkormányzati finanszírozású teljes mértékben, és úgy gondoljuk, hogy az egyedi élethelyzetek mérlegelése helyben a helyi testület részéről megtörténhet, ezzel a szabályozás, a pénzügyi finanszírozás és a döntéshozatal egy kézben maradna itt az önkormányzatnál. A törvényről várhatóan még ebben a hónapban szavaz az országgyűlés.